Úristen, múzeum egy mirror, atyajég. Na erre nem számítottam. Ú, bazd meg. Atyajég, ez az Isten szopás, gyerekek. Na erre nem számítottam. Most csak akkor, hát... azt hiszem, hogy jó, hogy kaptam most pár continue-t. Na jó, nem, megpróbálom azért a legjobbat kihozni, de így nem fog sikerülni. Jó, ezt szerencsére megcsináltam ezen a time triát, tehát az nem vészes ilyen szempontból. De... hoppá, ez már igen, jaj. A harmadiknak kéne lennem, hogy tovább tudjak jutni egyáltalán. Hát, ha tudom, hogy lesz múzeum megy, akkor leszek benyugtatót. Jaj. Úgy. Ha erre mennek, arra megy mindenki, jó. Hát nem tök mindegy. De szerintem ugyanúgy regisztrálja a játék, főleg hogy merre néz be és hol jössz ki azon a visszafordító baromságon. Mi? Első... wow! Ezt mondja, meg is kéne tartani valahogy, merre kéne mennem? Jobbra. Aha, igen, ez kell nekem. Itt az asztalos, a kúgár van elő. Meg a zipper, meg a humma, aki most kicsúsz. Úristen! Elég hektikus itt a játék, mert mit nem mondjak, szóval itt robbannak, pörögnek, lőnek. Még sok más dolog. Szép. Szokni kell még ezt a... abból tudom a múzeum megyet, azt gondolom nem kell részleteznem. Egy külön rész foglalkozott ezzel a pályával. Mert nem akartam, hogy külön rész legyen a múzeum megyről, de még úgy azt úgy kibagoztam, jó? Tehát... és most még ez 6 körön keresztül izével visszafelé, és nem visszafelé, nem tükrözve, bocsánat. Na, egész jól kijöttem ebből. Nem lősz ki. Harmadik vagyok, az már egy pofás olajat úgy nektek. Úgy. Ami kell, most egy ilyen. Merre kell menni, erre kell menni. Gyorsan. Wow, megint első vagyok. Tök jó, hogy a gép néha azért csepegtett pár ilyen dolgot, hogy mintha megadná az esélyt, hogy neked van esélyed. És hülyén jött ki ez a mondat, de... azok a hülye! Ezt a szart kell neki ide rakni. Milyen múzeum az, hogy így van elrendezve? Ezt jól előttem a semmire. Nem, humor nem előz, meg nem cseszi meg a hátamat. Jó, azt bevettük. Ki az első? Adeon talán? Az le is szarom. Sőt, a kúgárt is leszarom. Humon előzzön meg, és maradjak harmadik, én már azzal is boldog lennék igazából. Hát... gondolkodás nélkül tovább nyomnám aztán, most maximum egy pályán nem leszek első, úristen. Ki tudja még, mi vár rám, ugye? Már ennél rosszabb nem lehet, de sose lehet tudni, hogy éppen hogy jön ki a dörgés. Nem, azt nem engedjük meg. Jaj, azt tényleg is jöttem ki. És ez, amit nem akartam elérni, hogy a humba nekem, és nekem jöjjön, hogy beelőzzem, de sikerült nekem. Most abba bízok, hogy legalább ő elszúrja. Főleg itt ennél a résznél. Most a bombát kaptam ki, azt jól tovább is adtam el, de ugye. Úgy, zipper, az is jó nekem. És a fugár, össze-vissza megy minden. Magyari, már, Istenem! Nem x-ezünk. Mi az, hogy x? Ó, kap be játék. Most életemben először végre melltálom középen, és odaraktak egy olajfolt, tehát kösz. Istenem, így volt a gyökerek. Na, gyerünk. Be kéne hozzom ezt a lemaradást, tehát nehéz lesz. Húzó megy. Szerintem direkt, most már nincs kétségem afelől, hogy direkt így csinálták meg ezt a pályát, hogy minél szopatosabb legyen, mert szerintem ez az a pálya, amit mindegy. Na, gyerünk, ott van, mit ott történt, és van esélyem egy kicsit lefaragni a hátrányból, úgy. Már le is faragtam a felét különbelül. Na, itt a kúgáról volt egy békén, és fék, úgy erre. Remélem, hogy valamit jól benéz, itt nem érdekel minket. Jó, szeretjük ezt. Akkor így segít egy picit a játék, jó? Kúgár mögöttem, az jó, elmegyünk erre középen, itt meg jobbra kellett volna menni. Jó, vagyunk erre, így is jó.
Na, kicsit lekosszultak a falat. Ha jó, hogy nem törnek az autók, mert hát törnének, nem tudom, mi lenne velem. Szarva lennék, jaj. Hanyadik kereszt egyáltalán? Ötödik. Utolsó ezlőtti pozíciót kéne megtartani, a huma van elől, az nekem kevésbé jó. Mitől burulok föl ilyenkor? Ezt magyarázom el valamelyik mélyen tisztelt játékkészítő, hogyha nézi. Ó, oh, persze. És a Cougar pont nem nézte be, milyen meglepő. Meg nem tudom, mi repült ott az a kék. De valami repült ott határozottan, azt nem tudom, láttátok-e. Úgy. Gyerünk már. Buzi adom takarod, úgy. Igen, valami jó a hátsó fegyver, hogy a Cougart magam úgy tudjam utasítani. Kapsz olajat, kap be. Jaj. Nem dinolábazunk, nem, ezt nem kéne. A Cougar nem nézte be az olajat, de benéztek. Jó, oké. Örülök is neki, kap még egyet ide, így. Uff. Ez összes volt. Sikerült kikerülnem. Wow. Hát így sem vettem még be ezt a kanyart. De nice, itt is van, yeah. Na akkor. Utolsó kör, pozíciótartás. Nem, nem, mennyi, takarodjam el velem. Úgy, kap be. Üdvözöl is meg. De ott van drágos szerintem emberek, mert az nem épp, hogy ott mindig fölgurulott. Na, ezt szépen bevettük. Na, Cougar jobban hátrább van, mint amennyire az adon előrébb, ez valamilyen szempontból jó. Azt jelenti, hogy harmadik már nem leszek, de és másik már nem leszek, de harmadik még sanszos. Az adon. Most se lenne rossz, hogyha most hirtelen megelőzném, és második beérnék, tehát nem... Sőt, hogyha a humát is megelőzném, na jó, azért ne legyünk feltetlenek, de hát azért ez... Pont a teki... Jaj! Gyere, gyorsan! Istenem, ne! Buzi a Deon! Úgy, elbaszta! Huma beért, nem érdekel. Itt a lét, a tét... Na ez mibe volt? Nem. Kap be! Rohadj meg! Kap be! Anyád, ott faszopó. Mindegy, tovább nyomom. Így is első vagyok. Ez nagyon egy szubaz a játéktól. Toltani kettő. Utolsó pálya. Az utolsó pálya? Mi volt eddig? Volt a supermarket, múzeum, western. Ja, meg a tojvel tényleg. Ja, jó, hát akkor meg nyugodtság van. Jó, hát akkor utolsó pálya, ez már sima liba gyakorlatilag. Én meg azt hittem, hogy még nem tudom mennyi van hátra. Mert mindig túlreagálom a múzeum egyet, mert hát ez nem kell, szerintem nem kell részletezni. És a Cougar eleje, a gyorsaság. Yeah. Úgy, az szagul vette be a kanyart. Kicsit éles annak az irányítása, de egy pár mérkőzés alatt jól ki lehet tapasztalni amúgy. Ez ott így benézte, jó. Humba a második, ez már nem érdekel. Kurva húzó megy. Nem lett volna rossz, hogyha minden versenyen első leszek, de hát most... Maximum Feriből nézem ki, hogy beszól. Aki amúgy nézi. Ezt a kis végigjátszásszerűséget, let's play-t. Nem tudom megkülönböztetni, hogy most mi a let's play, meg a... között, a végigjátszás között a különbség, mert rá elítólag van, de nem tudom, nekem a let's play az, amikor csak úgy random leülnek, az játszanak. Tehát nekem a random gameplay a let's play, a végigjátszás meg az, hogy valamit végig is játsz effektíve a végén, szóval ott ott az olyat, azt mondom, bekapták. Jó. Hát megyek erre, megtehetem. Most nagy a pofám, hát most Istenem. Ez az annak, hogyha menjened a Platina bajnokságot rewardban. És utána már hát még a Stunt Arena az még kemény lesz, azt már meg fogjátok látni, hogy micsoda, hogyha esetleg valaki nem ismerné. És egy izgalmas mód. Azért ki fogom nyitni a Cougart remélhetőleg, meg ugye a utána meg tudom csinálni a Time Trialokat, mert még pár darab megmaradt. Főleg ilyen rükvejszben menő és még ilyen tükröződtek azok, amiért nem mentek. Főleg a supermarketet nem tudtam megcsinálni az időt valamiért. Pedig már eléggé rákészültem. Kicsit érdekesen vettem be, de sikerült. Az meg mintha egy kicsit ott bevágzódott volna, megint ott egy kis grafikai glitch keletkezett volna. Még milyen kár, hogy olyan kicsit pixeles ott a
háttért, mert látjátok a telefonot, nem valami szép a kép ott a háttérben, de szerintem mindig megállja a helyet grafikailag a játék. Jó, mindig ezt mondom, mert amúgy agyilag játékoknál anya le vagyok maradva, tehát hogy nekem nagyon sok időszak kimaradt, meg nekem minden szép maradt, tehát szerintem ennek a játéknak nincsen semmi baja. Egy kicsit főtopíroznák a textúrokat, szerintem most is tök jól elnézni az a játék. Hát igen, ez egy örök klasszikus, mit nem mondjak. Volt a Stein GP, amiről már meséltem, de az valamiért sosem tetszett, főleg azért, mert ugye ott a minden autó az elemmel működött, és ugye az a versenyek alatt lemerült, és ha lemerült, akkor buktad, és azzal nagyon jól kellett taktikázni. Tehát és épp az, ami nem tetszett benne, hogy folyamatosan taktikázni kellett, hogy éppen mennyi naftádon, és a gép mindig ritkábban ment ki, mert mindig akkor ment ki, mert amikor neki jó volt, meg neked nem jó. És így jó, nem tudom, nagyon túl sok lehetőséget adott magának a játék, hogy csaljon, és ez sose tetszett, nem is tudtam végigjátszani. Nem tudom, meddig jutottam el, elég sokáig eljutottam, de nem emlékszem, hogy mennyi ideig. És emlékszem, még a játék sokáig nem volt meg, és teljesen kicsi voltam, és szar voltam, netten még nem volt nagyon torrent, tehát ez ilyen 2000, amikor nagyjából bejött az internet, körülbelül akkor volt az, és GameStar fórumon volt egy srác, nem tudom a nevét, de valahol még megvan a privát üzenete szerintem, a profilom még megvan szerintem GameStar Online-on, de nincs, az se baj. De mindegy, a lényeg, hogy ő megkért, volt egy srác, aki szólt, hogy láttam, szereted a Stein GP-t, és nincs meg, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt, hogy írtam, hogy nincs meg, és valaki ki tudott állni valamit, és a lényeg, hogy kiírta a srác nekem CD-re, és elküldte nekem postán. És tök rendes volt tőle, és a mai napi nagy becsben tartom azt a lemezt, tehát az ott van a VIP-remben. Hát nagyon szeretem az ilyen dolgokat is, vagy nem is tudom, ki volt az illető, de esküszöm megnézem, ki tudja. Már nem tudom, ki lehetett sajnos. Azért megkoptak az emlékek több mint 10 év alatt, szerintem több mint 10 év volt az. De 8-9 biztos. Közben beérkeztem az utolsó körben. Erre volt, mindig is máskodtam volt, meg ilyen zöld TDK lemezen volt, amit imádtam. Na arra, hogyha kiírtatok valamit, zöld TDK, az úgy belégett, tehát az annyira jó minőségű volt az a CD-k, vagy eltűntek a boltok pocéról, hogy tehát arra valamit kiírtál, akkor az ki lett írva pont, az nem fog letörlődni soha az életben. És az egyik PC guruhoz volt, azt hiszem teljes játék arra volt, és teljes játékként arra volt, és úgy lett meg nekem is eredetiben, úgy féli meddig eredetiben. De hát egy dobozos verziót nem lenne rossz beszerezni belőle. Hát majd kiderül. A szipernek úgy nem tudtam továbbadni pont. És nem mindegy, és ő is berobbant. Zsír. Bemegyek request-be a célba, jó nem. És ennyi volt. 8-10 a szipernek, az szép. Na nézzük az eredményeket. 44, hát 6 pontot buktam. De így is egész szépen benyomol, én Toyakával, Huma, Adam, Cougar, Zipper, AMV, Pest Control és NI-54. Mit keres az NI-54, itt nem tudom. Pest Control meg főleg, és hogy tudta egyet előzni? Na mindegy. Continue Championship. És ennyi. Well done, you have mastered all reward championships. Wow, na hát ez... Erről a kiírásra nem emlékeztem, de örülök neki, hogy ezt megkaptam. Itt a Humma, és itt vagyok Toyakával, yeah. Na, hát ez egy izgalmas bajnokság volt. Főleg a vége, kicsit ott felülnek az autók, wow. Ja, és igen, megkapjuk a kreditset. Igen, megvan az összes bajnokság, ezt el is felejtettem. Vagy a Westernes pályán, melynek a rookie, tehát így az első kategóriás autók. De nem emlékszem, hogy mi a vége. Itt a Harvester. Nagyon profin irányítja a játék, mit nem mondják. Vulcan Turbo. Ó, itt van a kedvencem, Colonamos. Az egy jó kis autó. Ezzel állítólag az egész aranybajnokságig meg lehet csinálni a játékot. A Dr. Grudge, ott a Fetslag. És közben látjuk a készítőket, akik összerakták annól ezt a nagyon-nagyon nagyszerű játékot, még 1999-ben. Ó, és ez nem is az első
veszelmes pálya, hanem a második. Tehát amit utoljára nyitsz ki. Most nem tudom a számokat fejből, már elfejtettem, milyen gyorsan, igen. Itt vannak Simon Robertson, Steve Ferrott, Larry Lash, Filler és Dominic Glynn. Ők csinálták ezt a nagyszerű számot, meg az összes többit, és nagyon jó szántak ki, amit a Fed Slang, Dövetsiga. Nagyon szerettem ezt a számot. Na, egy kicsit fölrobbant a Harvester. Tetszik ez az effekt is, ez a ilyen régi filmesített effekt. Dust Mite, Race, ez melyik is? Ennek elfejtettem az autónak a nevét, nem tudom fejből az összes autót. Van egy pár benne. Na hát akkor már nem kell, lehet, hogy ez külön videóba fog menni majd akár, ezt nem tudom, attól függ, hogy összesen mennyi lesz az a felvétel, de szerintem egy jó fél, hát szerintem is, szerintem egy 3-4 óra biztos, hogy lett. Supervisors. Supervisor, bizony, haha. Visor, szuper. Teszterek. Ó, jó sok teszter volt. Rakuglia. Na, még pörögnek akkor még a nevek. Viszont a zene elhallgatott. Na most már végignézem, most már kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a verseny vége. Na, jó csönd lett így. Fura így nézni a meccset, hogy nincsen semmi a hangeffekt. Amerikai marketing. Kigondoltam volna, hogy mennyi minden ilyen osztály van egy videójáték fejlesztő cégnél. European Product Coordinator. Hát igen, büszkék lehetnek erre a készítők, mert nem tudom elégszer mondani, hogy ez a mennyire nagyszerű játék a mai napig. Hát nem is kell más menni, csak az, hogy még mindig mekkora rajongói bázisa van, és még mindig mennyi mod meg autó készül hozzá, meg nem tudom. Ferivel azt hiszem pont beszéltünk arra, hogy milyen kurva lenne egy felhádésított folytatás, egy Revolt 2 mondjuk a tehát egy Revolt 2-től 100 autóval, 50 pályával és egy ilyen Trackmania szintű pályaszerkesztővel, hát ez fölrobbanna az agyam az epikségtől, hogyha egy ilyet összehoznának, de nem tudom, lehet, hogy már továbbadták a jogokat, vagy a Nazakleimmal együtt valaki megvette, nem tudom, mi lett a Revolt-tal, de jó lenne tudni. A thank you for playing. Mi köszönjük a nagyszerű játékot. Marad Game Tools. És ennyi volt. Megkaptuk a maradék autót is elvileg. Aha, igen, nézzük meg. Jó, nem a izére akarok menni. Szerintem hogy kicsit akadni fog a zene sajnos, de maximum azt ki fogom vágni. Szerintem, hogy külön veszem fel az én hangomat. Na igen, itt van a Cougar. Nézzétek csak a sebességét, hogy mekkora. Tehát ez irgalmatlanul sok. És itt a Humma is. És egy jó kis autó. Toyota, AMV, Panga. És ennyi. Meg vannak a extra autók, amiket csalással lehet kilókolni, mint például a klasszikus UFO. Na és nézzük, hogy hogy állok most a tabellán. Progress table. Na igen, bajnokságok kész, összes verseny megnyerve. 2, 4, 6 és 7 time trial van még hátra, plusz a csillagok, amiket szintén meg fogok mutatni. Igazából már csak ennyi van hátra. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő részben. Sziasztok!